református istentisztelet, ideje a vízórákat téliesíteni, elkezdődött a Tiszató téli vízszintjének beállítása, homályosan emlékeztek a tanúk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. november 27-én 18 óra 5 perckor. Istentiszteletre várták a híveket a református nagy templomba. Kedves gyülekezet, ahogy említettem, ez egy különleges alkalom. Különleges alkalma az évnek, mert csoportos keresztelésre kerül sor, ezért ige hirdetésem alapigéje a már megszokott rendszerint ilyenkor a csoportos kereszteléshez kapcsolódik, vagyis a kereszteléshez. Máté evangéliuma 28. részéből, a 18. verstől a 20. versig olvasom Istennek írott igéjét. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Szeretett testvéreim, kedves szülők, kedves keresztszülők! A feltámadott Jézus Krisztus most felolvasott szavai és parancsa alapján keresztelünk. Ma ezen az Isten tiszteleten, az ige hirdetésemen belül kimondottan a keresztelésről szeretnék szólni. Legfőképpen azoknak, akik most először vannak itt, mert gyermeküket hozták el, mert ők maguk is szeretnének felnőttként megkeresztelkedni, de nem utolsó sorban magunknak is, akik már ezen túl vagyunk. Nekünk is jó feleleveníteni, hogy mit is jelent a keresztség, a keresztelés. Ahogy az első mondatban mondtam, Jézus kérte, parancsolta a tanítványainak, hogy menjetek el, és mindenkit, akit csak lehet, aki hajlandó, tegyetek tanítványá. Kereszteljétek meg. Ehhez a parancsolathoz üdvösséges ígéretet fűzött a mi Urunk. Mint amikor egy dokumentumot pecséttel erősítenek meg. Ennek az ígéretnek a valóságát látható, érzékelhető külső jeggyel, a tiszta vízzel is kifejezővé tette számunkra az Úr. Egy jelet mutatott, mert ugye mi emberek olyanok vagyunk, hogy muszáj valamit látnunk, kezünkbe fogni, hogy azután tudjunk menni, hogy tudjunk hinni benne. Ezért ezt a bibliai szakaszt a keresztség sákramentuma szereztetési igéjének is nevezzük. Erre az igére alapozva szeretnék pár szóban rámutatni arra, hogy mi történik most, amikor gyermekeket és felnőtteket keresztelünk, illetve hogyan értsük ezt a cselekményt. A keresztelés előtt, vagyis most itt a templomban, az Isten tiszteleten, az ige magyarázatban bővebben is felvillan, hogy mi a keresztelés. Miért kell nekünk engedelmeskednünk Krisztus parancsának, és mi a hozadéka annak, hogy mi meg vagyunk keresztelve. Hogy mennyire szeret bennünket az Úr a keresztelés által, ha mi magunkra vesszük. Most azonban személyesen hozzátok szól, szeretett testvéreim, kedves szülők,
keresztszülők, hozzátok szól személyesen az ige üzenete, és ezen keresztül a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus szól hozzátok. Először is, szeretett testvéreim, itt most kifejezzük ezen az Isten tiszteleti alkalmon, és itt a keresztelés alkalmában is kifejezzük az élő Isten iránti hálánkat. Jézus Krisztus tudta, hogy neki mennyi minden adatot. Ő tisztában volt vele, mert ezt sokszor el is mondta. És a felolvasott igénkben is elmondta, azt mondja Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom. Jézus Krisztus tudta, hogy minden hatóságot kapott az Atyától, öröktől fogva, mindörökké. Mi emberek vagyunk, mi nem vagyunk Istenek. Nem vagyunk mindenhatók. De hitben járva tudjuk, hogy mennyi mindent kaptunk mi is az Istentől. Mert mindenünk, amink van, azt őtől lekaptuk. Nem a saját magunk erejéből, hanem az Istentől kaptuk a képességeinket, a tehetségünket, a szorgalmunkat, a szeretetünket, mindazt, amivel rendelkezünk, Isten segítsége által tudtuk megszerezni. És most ezzel a hálával vagyunk itt, ezen a mai Isten tiszteleten. Hálás ez a gyülekezet, nagyon hálásak vagyunk mindannyian. Hálásak vagyunk, értetek, kedves szülők, kedves keresztszülők, nagyszülők. Hálásak vagyunk a szeretteitekért is. Hálásak vagyunk gyermekeitekért. És hálásak vagyunk most azokért a gyermekekért, akiket elhoztatok ide, hogy megkereszteljem őket. Hálásak vagyunk azokért, a déd szülőkért, akik ennek a gyülekezetnek hűséges, hitvalló tagjai voltak a legnehezebb időkben is. Ezzel a hálával vagytok itt ti is, megköszönve gyermekeiteket, a most megkeresztelendő gyermekeket, szeretteiket. Hálával vagytok itt az Isten színe előtt, és hiszem, hogy ott legbelül egy csendes percben, amikor volt ma időre, elmondtátok, hogy milyen hálásak vagytok, hogy eljöhettek ide az Isten házába, és ma megtörténhet ez a keresztelés. A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfogyása bosszúságot és előre nem várt jelentős költségeket okozhatnak. Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek. A TRV ZRT javaslata mérő elfogyás esetén. Vízmérő elfogyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV ZRT munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hiba bejelentő telefonszámon a 0680 205 157-es telefonszámon. Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzárócsap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni a további vízelfolyás megelőzése érdekében. A vízóra télésítése általában első vagyok beköszöntével érdemes foglalkozni, mert utána már nem tudjuk azt, hogy mikor, milyen hidegek jönnek. Ezek a módszerek különböző félék, vagy összetettek, olyan, hogy magát a vízórát letakarjuk. Hát, vannak rossz pufajkák, vagy nájlonzsák, vagy zsákok, amivel közvetlen rátesszük a vízmérőre, és előtte utána levő csővezetékre, és mindezek után pedig kívülről még a fedlap alá is teszünk egy nájlont, ami szigeteli a hidegnek a lemenetelét az aknába. Olyan területeken, ahol üdülő övezetekben, ott érdemes a utolsó időpont, amikor voltunk a területen,
levízteleníteni az egészet, mert a vízórának a elfagyása az nagyon sokba kerül. Egy vízóra elfagyás az hát több tízezer forintba is lehet, sőt, még az elfolyt víz is a fogyasztót terheli. A vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása a hazai törvények alapján a felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a felhasználót terheli. Ha beüt a baj, akkor szerencséje van, ha észreveszi olyan téren, hogy meghallja, hogy a víznek a susogása, vagy pedig ez láthatóan kijön az aknából, ez a víz. És hát aki nem veszi észre, az sajnos nagyon sok anyagi vonzata van neki. Olyan is van, hogy nem az óránál, vagy az óra előtt az a nem a fogyasztónak a hibája. Viszont ha az óra után, vízmérő után fagyott el, az is megesik, az viszont már a fogyasztó terheli teljes mértékben. Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását. Lakatlan épületben, ott nem fűtenek. Hát sajnos az annak nagy anyagi vonzata van. Több százezer forintba is kerülhet, ha soká veszik észre az elfagyást. Ugyanis itt volt egy olyan esetünk, mikor nem vették észre, és hát milliós kár keletkezett, mire a fogyasztót értesítették a szomszédok, hogy már pedig itten folyik a vize neki, és sajnos összedőlt a ház. A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a felhasználó és a szolgáltató közös érdeke. A Tiszató téli vízszintjét két lépcsőben állítja be a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Első lépcsőben a tározó vízszintjét csökkentik az alacsonyabb téli vízszintre, kisköre felső 560 plusz-minusz centiméter. A Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. És a Köti Vízik fokozott együttműködés alapján készített monitoring terv alapján. A vízcsökkentés végrehajtását és ütemét befolyásolhatja, módosíthatja egy esetlegesen kialakuló és levonuló árhullám. A Tiszató leürítési ütemterve, első lépcső, indulási szint 725 plusz-minusz 5 cm. A Tiszató téli vízszint beállításának második lépcsőjéről, amelyekben az alacsonyabb téli vízszintet a magasabb téli vízszintre állítják be, kisköre felsőnél 620-10 cm, külön közleményt ad majd ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vízi eszközök, hajók, csónakok, úszóművek stégek üzemeltetésénél, illetve lekötésénél vízszintváltozásra kell számítani, és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség azzal a 47 éves karcagi férfivel szemben, aki egy ütéssel ölte meg idős áldozatát a karcagi kocsma előtt. A tárgyaláson tanúk meghallgatására került sor. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A vádlott tavaly augusztus 27-én Karcagon a Gödör söröző előtt egy alkalommal úgy megütötte a kocsma másik vendégét, hogy az ütéstől elesve a fejét a betonjárdába verte, majd ennek következtében pár nap múlva a kórházban életét vesztette. Dr. Hajdú Anna bírónő meghallgatta a vádlottat, aki sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, beismerte a bűnösségét, valamint vallomást is tett. A vádlott szerint ő és idős áldozata augusztus 27-én szombat estére már jócskán felöntött a garatra a karcagi gödörsörözőben eltöltött órák alatt. Állítása szerint a 67 esztendős férfi elkezdett vele kötözködni, és bár ő a nézeteltérésüket szerette volna inkább megbeszélni, de a kocsmai hangzavarban nem hallották egymás szavát. A vádlott ezért kihívta őt a söröző elé, és amikor vita partnere ütésre emelte a kezét, ő a gyengébb bal kezének tenyerével lekevert neki egy pofont. Áldozata hanyatt esett és beverte a fejét a betonba.
Az eszméletét vesztett férfit igyekezett ugyan észre téríteni, vízzel locsolta, mint hiába. Az idős embert a mentő elvitte a karcagi Kátai Gábor kórházba, ahonnan agysérüléssel átszállították a debreceni kórházba, ahol 10 nappal később elhunyt. Ebben az ügyben nem az a kérdés, hogy bűncselekmény történt-e, hanem az a kérdés, hogy a bűncselekmény eredménye vonatkozásában milyen büntetőjogi felelősség terheli a vádlottat. Itt alapvetően két dologról van szó. Ez vagy egy halált okozó testi sértés, vagy pedig egy gondatlan emberölés. Attól függ, hogy a vádlotti ütés az milyen szándékkal következett be. Volt-e testi sértésre irányuló szándéka a vádlottnak, vagy sem. Ennek az ügynek röviden ennyi a lényege. A vádlott mélyen sajnálja azt, hogy a sértett meghalt, azonban azt vitatja, hogy szándékosan őt bántalmazta volna. Az eseményekről a vádlottal és még egymással szemben is ellentmondásosan vallott a két pultos hölgy, akik a kocsma előtt látták a történteket. Egyikük jobbkezes ökölütésre emlékezett, valamint arra, hogy a vádlott még bele is rúgott a földön fekvő emberbe. A másik nem látott rúgást, igaz, ütés sem. Dr. Hajdú Anna bírónő a tárgyalásra a szórakozó helyen az eset idején jelenlévő vendégkört is beidézte, akik homályosan emlékeztek az eseményekre. Bevallásuk szerint maguk is rövid italos és sörös poharak fenekére néztek aznap. Így aztán válaszaikból nem derült ki pontosan, hogy a vádlott vagy a későbbi áldozat volt-e a vita kezdeményezője, hogy melyikük volt agresszívebb, hogy jobbkezes vagy balkezes pofon vagy ökölütés csattant el, illetve hogy a bántalmazott az ütéstől vagy a részegségtől esette hanyatt. Az ügyészség a vádlottal szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre tett indítványt a vádiratban. A bizonyítási eljárás további tanúk, szakértők meghallgatásával és a helyszínen készített mozgóképes tanúvallomások megtekintésével folytatódik jövő év februárjában. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!